kárpátaljai gyermekek iskolakezdését támogatta a Katolikus Karitász. Családi ünnepet tartottak Nevetlen faluban. Ezek a hitélet témái a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye mai műsorában. A Katolikus Karitász idén 13 kárpátaljai településre hozott iskolatáskát, valamint iskolakezdési tanszereket a Legyen Öröm az iskolakezdés határon túli magyar gyermekek számára indított program keretében. A támogatásban nehéz helyzetű családok gyermekei részesülnek. A szervezet 1991 óta segíti a kárpátaljai nehéz sorsban élők gyermekeinek a tanévkezdését. Ezúttal a Felső-Tisza vidék legtávolabbi magyar szórvány közösségéhez Kőrösmezőre látogattak el. Legyen öröm az iskolakezdés Kárpátalján, ezzel a szándékkal hozta a Katolikus Karitász adományát Kőrösmezőre, a legtávolabbi kis településre, hogy az itteni magyar diákoknak a beiskolázását segítse. 36 iskolatáskát, különböző taneszközöket, írószereket, színezőket adtunk át, és ezzel kívánjuk segíteni a családoknak a készületét az iskolakezdésben, amelyet a magyar nép adományából a 1356-os szám hívásával, illetve a tárgyi felajánlásokból tudtunk összerakni. 13 településre hoztunk adományokat, amelyeknek az átadása most fog történni, illetve a jövő héten most a távolabbi részekre hoztunk, és jövő héten pedig a határmenti településekre. Azok a gyermekek részesülnek ebben az adományban, amelyeket a helyi Karitas csoportok választottak ki. Ők ismerik a családok szociális helyzetét a pedagógusok ajánlására, illetve a saját ismereteikre támaszkodva választották ki ezeket a családokat, gyermekeket, és ezek kapják a tanszertámogatást, illetve az iskolatáskákat. A Kőrösmezői iskolában 93 gyerek tanul. A tanárok elmondták, hogy komoly segítséget jelent a helyieknek a Karitász támogatása, hiszen sok a hátrányos helyzetű gyermek az iskolában. A Kőrösmezői magyar tannyelvi osztályokban összesen 93 gyerek tanul. Elsőtől hatodik osztályunk van. A Karitász nagy segítséget nyújt a gyerekek számára, meg a szülők számára is, mivel sok olyan szegényes családból származó gyerek van, és nem tud magának szerezni taneszközöket vagy iskolatáskát. Ez nagy segítség van számunkra. Összesen 20 gyerek kapott a iskolatáskát, meg a taneszközöket, és a tanárok pedig mindegyik osztály számára kaptak egy labdát, aminek nagyon örülünk, mivel nem voltunk felszerelve ilyen sporteszközökkel. Köszönjük szépen a Karitásznak! A Karitász segítségnyújtásáért nem csak a pedagógusok, de a szülők is hálások. Mi nagyon szépen köszönjük a segítségét, ezt egy iskolatáskát, meg iskolai kelékeket, mert tényleg vannak szegény gyerekek is, hogy szükségünk van rá, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. A Karitász elsősorban Kárpátalja a legtávolabbi, legnehezebben megközelíthető településeire juttatja el adományait a tanévkezdésre. Következő helyszínünk Nevetlen falu, ahol templombúcsúval egybekötött családi napot tartottak. A Nevetlen falui egyike Kárpátalja a legnagyobb római katolikus vallású gyülekezeteinek. A helyiek minden évben megünneplik az egyházközség legkisebb és egyben legfontosabb egységét, a családot. Ennek apropóján került sor az idei templombúcsún a családi nap programjaira is. Ám nem ez az egyetlen alkalom, amit a plébánia időről időre megszervez. Nevetlen faluban római katolikusok elég erős közösséget alkotnak. Látszik el templom nagyságából is, és abból is, hogy milyen sokan megtöltötték most a búcsú alkalmával ezt a templomot. Ez nem pusztán csak egy szentmisét jelent, hanem van hátterem. Sok közösség működik a plébánián. A plébánia itt szembe van, az utca másik oldalán. Felnőtt hittancsoportok működnek,
4-5. És ezek a felnőtt hittancsoportok munkát kérnek maguknak, és ilyenkor, amikor ilyen nagy rendezvényt szervezünk, akkor ők besegítenek, ők viszik a munkát. Láttátok a sok minisztránst, van egy minisztráns vezetőnk, ő vezeti őket. Láttátok, hallottátok a kórust, nagyon szép kis kórusunk van, nagyon jól énekelnek. Amikor ide kerültem, akkor örököltem fiatal csoportot. Az elődeim, ferencesek, ők megtartották a minisztránsokat, így kaptam egy felnőtt férfi csoportot, akik együtt maradtak. Ez a felnőtt férfi csoport azóta is együtt van, nagyon jól működik, és talán az ő jó példájuk buzdítólag hatott a többi férfira, a feleségekre, és így sorba alakultak a csoportok. A felnőtteknek szüksége van arra, hogy összejöjjenek valahol. Ez egy alkalom. Egymással találkoznak, beszélgetnek, problémáikat megosztják, de természetesen, mert ez egy vallásos csoport, ezért Istenről is szó van. Kárpátalja szerte, római katolikus közösségek között ez egy erős közösség. Mi megpróbálunk már nem csak saját magunk fele szolgálni, hanem más egyházközségekhez is elmegyünk, ha hívnak bennünket. Sőt, lelki gyakorlatokat is tartunk. Vannak lelki gyakorlatos házak is, az itteni felnőttek, akik abban néhány felnőtt hittancsoportban járnak, ők képesek másoknak is beszélni a hitükről. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó távlat, hogy nem csak a faluban vagyunk, hanem könnyű utazni, elmegyünk máshová is. Most a búcsúba is sokan eljöttek máshonnan, de mi is elmegyünk mások búcsújába. De ez csak az ünneplés. Emögött van munka, van evangelizáció, van tanúságtétel, van felnőtt hitoktatás, és máshova is elmegyünk, ahová hívnak. Ez a legnagyobb megmozdulásunk itt a faluba. A kis csoportokat, hittancsoportokat mondjuk ugye a négy fal eltakarja, de ilyenkor most meglátja az egész falu, hogy milyen nagy ez a közösség. Ráadásul majd mindjárt kimegyünk, és megnézzük ezt a családi napot is. Több száz embert ültetünk le, és látunk vendégül. Ez mindenhol nagy kihívás, hogy a családok megerősödjenek, és még a templomi közösségekben is nagyon oda kell figyelni a családok megerősítésére. Hát mi odafigyelünk. Ezek a csoportok, amikről előbb beszéltem, sokszor szóba hozzák, tehát a programokban szóba kerül az, hogy hogyan tudjuk a családunkat megerősíteni. Beszélgetünk a gyerekvállalásról. Ugye az előző generáció a szovjet korszakban egy-két gyereket vállalt. Itt most arról beszélgetünk a fiatal családosokkal, hogy azért illendő volna több gyereket vállalni, hiszen az oltárnál azt ígérték, mikor esküvőjük volt, hogy elfogadjuk a gyerekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságunkat. És mondhatom, hogy valami történt, mert egyre több család vállal harmadik gyereket. Időnként már negyedik gyermek is előfordul. A püspök atya, a mi püspökünk, Majnek Antal, elvállalta azt is, hogy ha valahol negyedik gyerek születik, akkor ő maga oda elutazik, és ő maga kereszteli. Úgy már többször eljöttet ide Nevetlen faluba, hogy már negyedik gyereket is keresztelt. És várjuk még, hogy szülessenek gyerekek, és így szülessenek nagy családok is. A római katolikus felnőtt hittancsoport tagjai olyan keresztények, akik nem csak családi életükben gyakorolják vallásukat, hanem a helyi testvérek előtt és más falvak egyházközségei előtt is bizonyságot tesznek hitükről. Keresztény családban nőttünk fel. Édesanyám református volt, édesapám katolikus, de katolikusnak kereszteltek. És édesapám mindig vitt engem templomba, és így megmaradtam valahogy. A bérmálkozás után itthol nőttem fel, és úgy átadták a hitet a szüleim. És én új hitre léptem 2011-ben, egy Új Élet Krisztus kurzuson vettem részt, és ott találkoztam Istennel. Megérintett Isten. És ezt nem feledem el. Olyan érintést kaptam, hogy mai napig táplálkozok belőle. Elhittem, hogy van Isten. Akkor jöttem rá. 2011. Új Élet Krisztusban kurzus. És ez az érintés olyan erős, hogy mai napig kitart. Mai napig imádkozunk együtt, otthon minden nap, gyerekeimmel, lefekvés előtt. Imádkozunk nehéz dolgok előtt, amikor nehéz dolgok előtt állunk, akkor is imádkozunk.
Szoktam még rózsafüzért mondani, mikor unatkozok és hajtok sokat, vezetek, akkor hát nem csinálok semmit, akkor rózsafüzért mondok. A feleségem is, ő is rózsafüzért tag. Ez a hit ez nem csak a vasárnapi napra tesz ki, hanem a hétköznapi életben is. Így kell, hogy éljek, így élek. Próbálok így élni inkább, úgy mondom, mert nem csak vasárnapi keresztények vagyunk, hanem igazán akkor lesz a keresztény, ha minden nap keresztény vagyok. És ennek örülök, és boldogan vállalom fel bárhol. Itt Nemetlenben van 6 rózsafüzércsoport, és ez nagyon sok. Az minimum 120 ember minden nap elmond egy 10 rózsafüzért. És ez is egy közösség. És van még egy másik közösségünk is, van egy férfi hittancsoportunk, ahol 6 vagyunk akolitusok, és segítünk a helyi plébánosnak. A szomszéd falvakban ige liturgiákat tartunk. Minden harmadik vasárnap megyünk és istentiszteletet tudunk tartani. Ezzel a 6 akolitussal együtt kurzusokat is csinálunk már, amin én részt vettem 2011-ben, és ott megtapasztaltam Istennek a jelenléti szeretetét. Azokat mi átvettük, és most már mi megyünk Kárpátaljára, innen 6 férfi és még egy pár feleség, és tartunk kurzusokat máshol, hogy adjuk tovább az evangéliumot, és halljanak minél többen Istenről. Ez a legfontosabb életcélom. Az, hogy evangelizáljak. A Nevetlen falui Fudella Edina és férje már fiatal házasként több gyermeket tervezett, így 4 csemetéjük mellett teljesedett ki családi életük. Habár Edina református, férje pedig római katolikus vallású, gyermekeikkel együtt imádkoznak, hisz mindkettejüknek az Isten hit és annak átadása a legfontosabb. A mi családunkban nagyon fontos a vallásos nevelés. Hát úgy tudnám jellemezni vagy mondani, hogy neveljük a gyerekeket vallásos életmódra, hogy igyekszünk neki elsősorban példát mutatni. Nagyon sokszor összeülünk és beszélgettünk az Úr Jézusról, Istenről, és az imádság, a mindennapi imádságok, az étkezés előtt, étkezés után, az esti imádságok, ez nagyon fontos az életünkben. A gyerekek teljesen nyitottak, mert ebbe születtek, és így nevelkednek már első perctől. Már a 3. gyermeknél is úgy volt, hogy imádkoztunk azért, hogy az a gyerek mindig mosolyogjon, jókedvű legyen, úgyhogy már a pocakba már ment az imádságértük. Úgyhogy ők ebbe születtek, ebbe nevelkednek. A családi nap idén 2. éve játékos, nyüzsgős és egyben meghitt formában valósult meg. Fudella Attila kurátor elmondta. Ez a búcsúval egybekötött családi nap nagy ünnep számunkra, hisz itt igazi közösségként élhetjük meg a hitünket. A falunnak körülbelül a 60%-a római katolikus, és az itthon maradottakból körülbelül a fele jár templomba rendszeresen. Ez olyan 200-250 ember vasárnaponként, és nagyobb ünnepekkor vannak többen. Húsvétban, karácsonyban és ilyenkor búcsúkor, amikor nagyon sokan jönnek vendégek is, és ezt az ünnepet ilyen nagy számban szoktuk megünnepelni mostanában. A rendezvényeink azok inkább az evangelizációt teszik központba. Ez a családi nap pedig arról szól, hogy a kapcsolataink legyenek fontosabbak, ismerjük jobban meg egymást, a gyerekeink játszanak a másik családnak a gyerekeivel, és ez egy ilyen kis örülés egymásnak, örülünk egymásnak. A búcsú, azt felhasználjuk arra, hogy a templomnak a búcsúja van, és ezt összekötjük egy családi nappal, ami úgy örömmel tölt el bennünket, hogy együtt lehetünk, itthon lehetünk, és ezt építi a közösséget. A KMKS jó voltából most itt látjuk a körhintát és a légvárat, trambulin. KMKS megtámogatott bennünket ebbe. A többi, szerintem kicsit fontosabb program az, hogy a gyerekeinket látjuk fellépni, és látják a szülők a saját gyermekeiket, és élik azt, hogy szülőként itthon lehetnek, és láthatják cseperedni, fejlődni a gyerekeiket. És hát itt lesz még fagylalt, kvász, még sört is leihatnak a férfiak, és beszélgetünk, vendéget várunk, és a legfontosabb talán az egész napban, a Szent Mise után az, hogy dicsőítéssel. Szóval ilyen keresztény családi napot csinálunk, nem egy ilyen átlagos falu nap ez, hanem ez egy tipikus keresztény családi nap. Aki ebbe a közösségbe tartozik, sőt, aki nem is tartozik benne, azt is vendégül látjuk, és azt is szeressük, szeretettel várjuk. A
templombúcsú és egyben családi nap szent misével és körmenettel kezdődött, amit Bécser Róbert szentendrei ferences szerzetes celebrált. Az atya a bibliai tanítás során a hivatásról beszélt, és arról, hogy az ember hivatása milyen szoros kapcsolatban áll a családi élettel. Szent Keresztnek a felmagasztalását ünnepeljük, ez a templomnak a búcsúja, a titulusa, tehát ez volt az apropó. És ugye a keresztény nagyon érdekes kettősséget szimbolizál mindnyájunk számára. Mondtam a bevezetőben is, hogy ha megszámoljuk egy iskolában, például nálunk a több mint 100 keresztet lehet látni, az a kisfiú nyerte meg a számlási versenyt, aki észrevette, hogy a gyerekek nyakában is kis apró aranykeresztek vannak, több mint 100-at számolt össze, valami jutalomért egyszer. Tehát, hogy a kereszt az, így az ünnepet, a dicsőséget szimbolizálja első körben, hogy egy gyönyörű aranykereszt valakinek a nyakába, vagy az aranykeresztek a templomoknak a tornyában. Tehát egy első ránézésre a fölmagasztalt keresztet ismerjük. Viszont a korabeli ember számára és Jézus számára is a kereszt a megaláztatásnak, a kicsiségnek, a halálnak a szimbóluma. Hiszen ugye azt hallottuk a Szent Leckében, hogy Jézus Krisztus megalázta önmagát és engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig, ami abban a világban egyet jelentett a legutolsó halálnemmel, hiszen a szigorú római jog szerint csak a föllázott rabszolgákat, a tengeri kalózokat és a birodalom útjait veszélyeztető utonállókat volt szabad halálra ítélni ilyen módon. Tehát ha így veszük, akkor a dicsőséget megelőzi Jézusnak az a keresztje, amely egy kivégző eszköz. És igazából ez volt a lényege a beszédemnek is, hogy a dicsőséget megelőzi az áldozatnak a keresztje. Vagyis az ember akkor lesz igazából boldog, akkor találja meg a hivatását, a küldetését, a dicsőséget, ha úgy tetszik, hogyha vállalja a küldetését, ami nagyon sokszor a szolgálatról, a kicsiségről, a hétköznapi megpróbáltatásokról szól. És igazából ez ad nekünk örömet, hogy a Jézus fogalmaz, hogy ha a búzamag elhal, akkor bőtermés hoz. A család hogyan kapcsolódik ehhez? Hát olyan világban élünk sajnos, ahol a család, az anyaság, ezek olyan háttérbe szorított dolgok, az anyai hivatás olyan másodlagos, mint hogyha lenne valami fontosabb vagy jobb nála, az önmegvalósítás. Én hiszem azt, hogy nem sok olyan dolog van ezen a Földön, ami hasonlítható például az édesanyja, édesapa hivatáshoz. Tehát nagyon-nagyon különleges dologról van szó. Ugyanakkor itt is megjelenik a kereszt. Hiszen azért tudjuk jól, a pelenkamosás, az éjszakai fölkelések, virasztások, a sok aggodalom egy beteg gyerekkel, vagy a idétlen kamasznak az elviselése, vagy akár a mindennapi betevő falatnak a megszerzése, bizony-bizony a hétköznapokban komoly keresztet jelent. Úgyhogy ilyen módon kapcsoltam be a Szent Keresztnek a kettős szerepébe az emberi hivatást, a családot, mint egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb emberi hivatást. Hiszen olyan világban élünk, ezt még hozzátettem, ahol az anyagi gyarapodás valahol háttérbe szorította, vagy megkérdőjelezte a családnak a szerepét. És bizony ma Európában, főleg Nyugat-Európában, ahogy a II. János pápa fogalmazott, ennek következményként a halál kultúrája az, ami elterjedt. Hiszen a legtöbb nyugat-európai országban családonként 1,2, 1,3, ha lehet így mondani, egy gyermek születik, és ebből egy sokkoló példát is mondtam itt. Ez azt jelenti, hogy 100 fiatal esetében, 50 házas pár ugye 100 fiatal, ez 60 gyermeket jelent, 36 unokát és 21 dédunokát. Vagyis egy 100 fős kis közösségből így maradt 21. Ez mondjuk egy 10 milliós országba vetítve azt jelenti, hogy 3 generáció múlva 10 millióból maradna alig 2 millió. Ez a halál kultúrája. És ez szerintem most Európában itt mindennél fontosabb kérdés, és ezért különösen is föl kell emelnünk
a családot, úgy tetszik, mint keresztet. Tehát föl kell magasztalnunk a családot, mert egyrészt vészhelyzet van, másrészt én hiszem azt, hogy tényleg az emberi boldogságot, a megdicsőülést, a felmagasztalást az ember a szolgálatban, bármilyen szolgálatban, de legtöbbször, legnormálisabb esetben a család szolgálatában találja meg. Ez persze nem csak a gyermekek szolgálatát jelenteti, hiszen azért vannak fogyatékosok, vannak idősek, akikről a család normális, hagyományos értelemben tud és kell is gondoskodjon. Nyilvánvaló, hogy egy nehezebb helyzetben, vagy egy több kihívást jelentő közegben még fontosabb a családnak az összetartó ereje. Azért itt én ebben a faluban például nagyon szép példáját látom annak, hogy nem csak a család, mint kis apró sejt működik, hanem tényleg egy nagyobb, valóban természetes közössége is van a családoknak. Van egy afrikai mondás, szoktam keresztelésekkor említeni, hogy egy gyermek felneveléséhez, mondják Afrikában, ma kevés egy család, egy egész falura van szükség. És azt hiszem, hogy ez itt Európában, ahol annyi kihívás van, annyi negatív példa, annyira szabados világ van, ez még inkább igaz. Hogy a gyereket fölneveljünk, megőrizzük az ártalmaktól, becsületben, tisztességben, össze kell fognia nem csak a családnak, hanem a rokonságnak, és akár egy egész falu közösségnek is. És itt például a Neveletlen faluban ennek nagyon szép példáját látom, és így gondolom, hogy természetes folyamánya, hogy ez az asztal, ugye a Szent Mise asztala, folytatódik kint a templomkertben, nagy agapé lesz, vendéglátás, de ugyanez az asztal megtalálható a családoknak az asztala is, ahol esténként együtt vannak, imádkoznak, közösen étkeznek. Tehát mindig akkor ér valamit igazából, amit itt kapunk, szellemi, lelki táplálék, hogyha ezt az asztalt meg tudjuk hosszabbítani, és ki tudjuk akár az egész falubra terjeszteni. És szerintem majd délután egy picit erről fog szólni, erről az átmenetről, ahogyan összekapcsolódik az oltár és a falusi családok asztala, mert a templomkertben igazából egy nagy, hatalmas asztalterítés folyik éppen. A Szent Misét a közös ebéd majd egy vidám kimittút követte, ahol nem csak az egyházközség aprajanadja, de más felekezetű falubeliek is felléptek. A közönség táncot, színdarabot és zenés produkciót is láthatott. Színpadra lépett az Arany Alkony nyugdíjas népdalkör, akik az egyházi és hazafias dalok mellett egy szatmári népdalcsokrot is elénekeltek. Az együttesünk Arany Alkony. Azért lett Arany Alkony, mert néhány évvel ezelőtt működött a falunkban egy aranykalász dal és néptánc együttes. Azon belül énekeltek az asszonyok, volt egy 45 tagú vegyes karunk. És miután megszűnt a gazdaság a kolhoz, mert ő volt az egyetlen fenntartónk, az asszonyok néhány év után unatkoztak, és úgy gondolták, hogy összeszokott már a csapat, énekelnünk kell. Aztán felkértek, hogy nem fogunk alakítani egy csoportot. Ha akarjátok, miért ne? És úgy 7 éve, már 8. éve megalakult az akkori aranykalász vegyeskarból, és mivel mi már öregek vagyunk, nekünk már bealkonyodott, ezért lettünk Aranyalkony. Általában magyar népdalokat éneklünk. Célul tűztük, hogy magyar népdalt már nagyon ritkán lehet hallani, és ahova meghívnak, mindenfele megyünk, mindenfele magyar népdalokat éneklünk, de műsorra tűzünk mi hazafias dalokat, vagy egyházi dalokat is. Második alkalommal szervezi a Római Katolikus Egyháza családi napot ezen a helyszínen, és mi nagyon szívesen jöttünk, annak ellenére, hogy a tagság vegyes. Vannak római katolikusok, reformátusok és görög katolikusok. Nekünk nem számít, mi ahova hívnak, mi nagyon szívesen megyünk és éneklünk. Örülünk, ha népszerűsítjük a magyar népdalt. A napot közös dicsőítéssel zárták. A már hagyományossá vált egyházi ünnepélyen a család minden tagja talált a számára érdekes, szórakoztató programot, de ami ennél sokkal fontosabb, egymással és Istennel tölthettek egy feledhetetlen imádsággal átszűrt napot.